Véget értek a felújítási munkálatok. Csapatunk október 15-én újra a valódi környezetében fogadhatja a soros ellenfeleit a Haraszti úti sportpályán. Igen, hála Istennek visszatérünk a hétvégén a Szamosi Mihály stadionba. Igen, nyár óta folyamatosan fejlesztjük a pályát, hogy az MLS előírásainak megfeleljünk. Nem volt egyszerű, de úgy néz ki, hogy most már 2-3 hete folyamatosan csak az utolsó és finomítások vannak, hogy megkapjuk az engedélyt, és ez tegnap hála Istennek sikerült, úgyhogy a hétvégén a Győrt már itthon fogadjuk. A parkoló részt föl kell újítani, amit pluszba vállaltunk, hogy itt a öltözépületnek a tetőbefedését átalakítottuk. Ugye a fedett lelátó az MB2-be kötelező, de feladat a nagy eredményjelző tábla, játékos kijáró befedés és a vendég szurkolóknak a körülményeit jobbá kellett tennünk. Ezeket mind sikerült, úgy néz ki, hogy most már megoldanunk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a szurkolók is azt fogják mondani, hogy ez egy otthonos, olyan jó közeg, ahova érdemes kijönni minden második hétvégén akár. Jepes Gábor játékáért is érdemes kilátogatni a meccseinkre, hiszen csapatkapitányunk 4 góllal vezeti a házi góllövő listát. Most eléggé sokat gyakoroljuk ugye a pontrugásokat, és ugye is a 11-es leszámít, hogy a maradék 3 gólamot ugye pontrugást követően szereztem. Klasszikus támadónk ugye nincsen, de azért elég sok támadóvéna jó játékosunk van ugye a keretben. Lipcsei Péter folyamatosan keresi azt vagy azokat a játékosokat, akik a segítségére lehetnek a csapatépítésben, sőt az utánpótlást rendszeresen figyeli és hív meg játékosokat a nagyokkal edzeni. Ezt nyáron egy stratégiai tervvel meghatároztuk, hogy amennyire lehet folyamatosan feltérképezzük az utánpótlást, olyan játékosokat keresünk, akik hosszabb távon meg tudnak ragadni a legmagasabb osztályba, folyamatosan lehetőséget kapnak edzésen, majd próbáljuk őket edzőmeccseken játszatni őket. Most eljött az ideje, hogy itt nálunk is a fiatalok kipróbálják magukat, próbáljanak élni a lehetőséggel. Természetesen bennük is van egy olyan druk, hogy van ez a lehetőség, és szeretnének vele élni. Hétvégén folytathatjuk a győzelmi szériánkat, hiszen hazai pályán fogjuk fogadni a Győrt, de ez a hazai pálya most sok játékosnak új lesz. Természetesen ugye minden csapat életében fontos ugye az állandóság, és hogy ugye ismerős környezetben ugye játszon. Ugye a többi pálya, ahol játszottunk, illetve edzettünk, az más volt, mint ugye a mi pályánk, úgyhogy ez nekünk is újra hozzá kell szokni. Úgyhogy ebből a szempontból picit ilyen kivárásra várok, nem tudom, hogy mi fog történni pontosan. Viszont abban biztos vagyok, hogy visszatérnek ugye a hazai nézők, hasonló hangulat lesz, mint ugye az elmúlt másfél évben, és az viszont szerintem biztos, hogy egy komoly támogatást fog nyújtani a srácoknak. Vasárnapi ellenfelünk az egykor szebb napokat látott Eto FC Győr lesz. Ellenfelünk friss feljutóként szeretne minél hamarabb visszatérni az első osztályba. Az eredményei eddig nem tükrözték a csapat valós tudását, nemrég Bekő Balázs helyett Szentes Lázár foglalta el a vezetőedzői posztot, és vele kezd egyre jobb formában lenni az Eto. Ez lesz egy olyan mérkőzés, ahol két futballozni akaró csapat fog játszani. Én nagyon bízom a mi csapatunkba, hiszen tudom, hogy most megjött az étvágyunk, hogy jönnek a győzelmek, jött az önbizalom, merünk többet passzolni, merünk még jobban előrefelé játszani, akarjuk a győzelmet, a csapategység, az öltöző nagyon jó hangulatot alakítottak ki a Petiék, és várják már most a mérkőzést, hiszen egy jó ellenfél, egy nemes ellenfél érkezik ide, több olyan labdarúgó, aki NB1-es múltra rendelkezik. Én úgy gondolom, ez lesz a forduló legjobb mérkőzése. Remélem, hogy most már itt egy támadásba fogunk tudni annyi kreativitást belevinni, ami nem csak helyzetekben, de akár gólokban is meg tud mutatkozni. Az Etónál is van egy Gyepihez hasonló nagy tudású NB1-es játékos, mégpedig Kabát Péter, kettőjük párharca igencsak pikáns lesz. Várom, viszont nagyon rég játszottam ellene, ugye sokáig ugye külföldön voltam, ugye ő is volt külföldön, hát egy mérkőzésre ugye nagyon emlékszem, még a Vasasban volt a Kabát Peti, nyertünk 3-0-ra, és ott nem csak őt, hanem ő is mindenkit, aki bennem szembejött, ugye leradíroztam a pályáról, úgyhogy ez így él bennem több mérkőzés, nem emlékszem vele szembe,
De hát most is azért végül is én is jó formában vagyok, úgyhogy nem hiszem, hogy bárki ellen bármilyen szempontból nekem tartanom kellene. A lelátóra végre visszatérnek a szurkolóink, akiknek a biztatására már nagyon várt a csapat. Nagyon sokat tudnak segíteni a csapatnak az ő támogatásukkal. A fair play szellemét betartva buzdítsák az első perc az utolsóig a csapatot, biztos meg fogják hálálni, hiszen látják a törekvéseinket a szurkolóink, hogy milyen irányba indultunk el, látják a játékosokon, hogy maguknak érzik a klubot, ugye bíznak a fiataljainkba is, látják, hogy épülünk, szépülünk, látják, hogy a jövőben gondolkozunk egy olyan csapattal, hogy akinek biztos háttere, nyugodt, stabil szakmai munka folyik, és ezt ők is érzik, látják, és ebbe tudnak nekünk nagyon segíteni, úgyhogy nagyon számítunk rájuk akár a hétvégén is már. A mérkőzés vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Haraszti úti sportpályán.